Az egészségügyben dolgozókat jutalmazták, többen kaptak elismeréseket a Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi intézetben. Idén is sikerrel pályázott a Kerékpáros Barát település díjra Kispest. A díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Barát Magyarország Szövetséggel együttműködésben hirdeti meg minden évben. A kispesti úszoda pályáin látták vendégül a strandröplabda országos bajnokság első fordulójának mezőnyét, rekordszámú nevező részvételével zajlott a remek színvonalú torna. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Idén a megszokottnál egy kicsit korábban rendezték meg a hagyományos Semmelweis napot a Kispesti Egészségügyi Intézetben. Ez alkalommal is ketten vehették át az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát a kispestiek egészségért végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként. Ezen kívül még jutalmazták a helyi közalkalmazotti tanács 10 dolgozóját is, illetve idén az intézmény dolgozóinak szavazatai alapján osztályokat is díjaztak. 2016-ban a sebészeti osztály munkatársait jutalmazták a kollégák. A város nevében Vincek György és Kertész Csaba alpolgármesterek és Szújkó Szilvia, az egészségügyi bizottság elnöke adta át a kispestiek egészségért végzett kiemelkedő munka elismeréseként az önkormányzat dicsérő oklevelét és jutalmát. Idén a két kitüntetett, Lukácsi Halász Ilona vezető asszisztens és dr. Porpáci Éva gyermekorvos lett. Porpáci Éva mindig is gyermekek gyógyításával szeretett volna foglalkozni, mert mint mondja, a gyerekek őszinték és könnyű velük kapcsolatot teremteni. Mit jelent önnek ez az elismerés? Sokat, miután majdnem 40 éve vagyok a kerületben, és tényleg nagyon jó érzés az, hogy gondoltak rám. Számított erre a díjra? Nem. És miért pont ezt a pályát választotta? Mert ez régi. Gyerekkoromot orvos akartam el, és valahogy ez a gyerekgyógyászat vonzott, úgyhogy nem is nagyon pályáztam másfele. Mitől különleges itt Kispesten dolgozni? Kispesten, én egy régi kispesti vagyok, én Vekellén nőttem fel, úgyhogy tulajdonképpen ez az otthonom. És nagyon jó volt visszakerülni, és ismerem minden porcikáját, úgyhogy nekem ez jó volt ilyen szempontból. Ez az év eddig nyugalmasabb volt a Kispesti Egészségügyi Intézetben, mint az előzők. Az intézmény gazdálkodása az önkormányzat segítségével rendeződik, folyamatos a műszerbeszerzés, így hamarosan megérkezhet az ultrahangkészülők is, amelyet már oly régen várnak. Az is elképzelhető, hogy az intézmény béren kívüli juttatást is ki tud majd gazdálkodni dolgozóinak. Ezen a napon pedig az elismeréseké volt a főszerep az intézményben. Az az igazság, hogy szerintem mindnyájan megmaradunk egy picit, hogy mondjam, friss lelkű fiataloknak, gyerekeknek is, aki vágyik az elismerésre, de hát azt hiszem a felnőtt ember is ilyen. És sokszor ez nem is pénzen múlik, bárcsak sokkal több pénzünk lenne rá, és sokkal komolyabb jutalmakat tudnánk adni, de egyszerűen az, és ennek úgy örülök, hogy a közalkalmazotti tanács kitalálta, hogy csináljuk innentől kezdve azt, hogy osztályokat is díjazunk. Kapnak egy oklevelet, egy tortát, vagy valami tárgyi dolgokat, és hát természetesen a vásárlási utalványokat. Szóval jó megállni egy pillanatra, megpihenni, és fürdeni abban, hogy vannak, akik szeretnek, meg tisztelnek bennünket. Amiből erőt tudunk meríteni, és ami a jövőre nézve is tényleg bizakodásra ad okot, hogy egy nagyon jó csapat dolgozik a házban. Szakmailag is nagyon jók, és emberileg is nagyon jók a kollégáim. Úgyhogy ha nagyon-nagyon nem abajgatnak bennünket, és nem akadályozzák a munkánkat, akkor szerintem itt mi jól fogunk boldogulni a kispesti betegek érdekében. Az önkormányzat dicsérő oklevelén és jutalmán kívül a helyi közalkalmazotti tanács 10 dolgozót, orvosokat, takarítókat, asszisztenseket, informatikusokat és gépkocsi vezetőket is jutalmazott, összesen 100 000 forint értékben. A dolgozók szavazatai alapján pedig az intézmény idén a sebészeti osztály munkatársait jutalmazta. Az önkormányzat fontos feladatának érzi, hogy folyamatosan elismerje az egészségügyben dolgozók munkáját. Ezért is fontosak az ilyen események. Ezen kívül itt tudnak személyesen találkozni az orvosokkal, szakápolókkal. Egy helyi önkormányzat Kispest érdeke az, hogy az itt élők ezt egy biztonságos szolgáltatóbázisnak véljék, és valójában így legyen. Ez nagyon sokat kell sajnos tennünk, mert ugyanúgy közködünk mi is az orvos hiánnyal, szakmai összetételét illetően, hogy gyermek szakrendeléseink egyre kevesebb számba vannak, mert nincsen orvos, nem tudunk Kispestre munkaerőt hozni.
És hát ezért kell nagyon összeszedni magát az önkormányzatnak is, hogy mi az, amivel itt tudja tartani a dolgozókat, hogy ide tudja esetleg majd hívni azokat a fiatalokat, akik most végeznek, mert az itt életünk biztonságát nyilván ez is megalapozza, hogy egy stabil orvosi ellátás legyen a kerületben. Ez mind a házi orvostól, házi gyermekorvos, védőnők és maga a szakrendelőre is vonatkozik, tehát mindenkire, aki itt egészségügyben dolgozik Kispesten. Minden évben július 1-e az egészségügyben dolgozók napja, azaz a Semmelweis nap. 1818-ban ezen a napon született az anyák megmentője, Semmelweis Ignác, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Az 1992 óta minden évben megtartott ünnepnapon szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben dolgozóknak, és ünnepi megemlékezéseket tartanak országszerte. Megkezdődött a Berzsöny utcai gyermekorvosi rendelő felújítása. A munka várhatóan 6 hónapig tart. Az intézményt az egészséges oldal felől lehet megközelíteni, az orvosok új rendelési idő szerint rendelnek. A felújítás idejére a felnőtt házi orvosi rendelőben lesz egészséges tanácsadás gyermekeknek hétfőtől csütörtökig 13 órától 15 óráig. Dr. Botos Mária rendelése a felújítás idejére ideiglenesen kedden és csütörtökön 8 órától 12 óráig tart majd. A rendelési időket megtalálják az önkormányzat honlapján. A felújítás alatt kérik mindenki türelmét és megértését. Több fontos fejlesztési kérdésben is döntött legutóbbi ülésén a képviselőtestület. Több területen is szeretnének uniós, illetve állami forrásokra pályázni a kerületi beruházásokhoz. Legutóbb arról is döntöttek a képviselők, hogy 2 óvoda fejlesztésének támogatásához nyújtanak be pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Napirendre került a Vekerlei sporttelep bérbeadásának kérdése is. A sporttelepet a tervek szerint november 1-től 10 évre adnák bérbe. A pályázatokat augusztus 22-ig lehet beadni. A munkákról a döntés előkészítő munkacsoport javaslata alapján a képviselőtestület dönt várhatóan a szeptemberi ülésén. Az a célunk, hogy minél többen használhassák ezt, akár ingyenesen, akár térítés ellenében, minél több vekkerleit, illetve kispestit tudjunk bevonni a sporttelep életébe, ez a legfontosabb cél. Így módon, transzparensen, átlátható módon írtuk ki ezt a pályázatot, és abban bízunk, hogy a legjobb üzemeltetőt fogjuk megtalálni, és a következő években azt fogják tapasztalni a környéken lakók, hogy egy magas színvonalon üzemeltetett és működtetett. Elsősorban a teniszéletre fókuszáló sporttelepen sportolhatnak majd a környéken élők. A képviselőtestület támogatta, hogy az önkormányzat az óvodai kapacitást bővítést célzó beruházások támogatására kért felhívásra pályázatot nyújtson be a Messevár óvoda bővítésére. A képviselőtestület nyertes pályázat esetén támogatja, hogy az önerő összege majd 11 millió forint az idei költségvetésben biztosítva legyen. Támogatták azt is, hogy a Bóbit óvoda fejlesztésére is pályázzon az önkormányzat, itt majd 10 milliós önrészt kell biztosítani. 2 óvodánk esetében újabb pályázatot nyújtunk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és bízunk abban, hogy ez egy sikeres pályázat lesz. Egyrészt a Messevár óvodában szeretnénk csoportszobát építeni, ugye már elkészült a tornaszoba, ennek a bővítésével, illetve az óvoda bővítésével készülünk, ehhez kérünk központi forrás, természetesen nem sikerül, akkor saját erőből próbáljuk meg ezt megoldani. Ugyanez a helyzet a Bobita óvodánál, ahol a konyha felújítására pályázunk szintén a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Több 10 millió forintos állami forrás szeretnének bevonni a fejlesztésekbe. A Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember 15-ig hoz döntést a pályázatok ügyében. Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai miatt módosították a képviselők a szakmai tanácsadó testületként működő helyi építészeti műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A településképi bejelentési eljárás során eddig 8 nap állt rendelkezésre a különféle tervdokumentációk vizsgálatára. Ez az időtartam általában nem volt elegendő arra, hogy a tervtanácsot összehívják, valamint a tervtanács tagjai a benyújtott dokumentációt megismerjék, arról megalapozott véleményt mondjanak. Mostantól nem minden esetben szükséges a tervtanács összehívása, így a polgármester a főépítész véleményére is támaszkodhat a benyújtott kérelmek elbírálása során.
Elkezdődött az önkormányzat nyári tábora, amely 9 héten át augusztus végéig várja a gyerekeket a Vas Lajos általános iskolában. A tábort az önkormányzat finanszírozza. Van olyan gyermek, aki az egész nyarát itt tölti. A programokat idén is a Vekerlei Kultúrház szervezi. Lesz minden nap kézműves foglalkozás, sport, úszás és számtalan kirándulás az ország minden részére. A programokról, a táborról részletes beszámolót láthatnak nem sokára következő magazinunkban. Az elmúlt évek után idén is sikerrel pályázott a kerékpáros barát település díjra Kispest. A kerületen kívül még 3 fővárosi kerület pályázott sikerrel. A díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttműködésben hirdeti meg minden évben. Az elismerésekkel arra igyekszik ösztönözni az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és aktív szemléletformálással tegyék vonzóbbá a biciklis közlekedést. Sokan járnak munkába, vásárolni, vagy akár az egészségügyi intézetbe is kerékpárral Kispesten. Ezért fejlesztették az elmúlt években a kerékpáros közlekedést, és ezért érkezhettek az elismerések is. A kerületnek járó fémtáblát a polgármesteri hivatal társadalmi kapcsolatok irodájának vezetője vette át Nyíregyházán. Kispest harmadszorra pályázott sikerrel a kerékpáros barát település díjra. Kispest először 2013-ban próbált indulni ezen a lehetőségen, és akkor meg is kaptuk a díjat, azóta minden évben beadjuk ezt a pályázatot, és ennek eredményeképpen most harmadszorra kaptuk el ezt a díjat. Ezt a díjat egy évig viselhetjük, és hogyha meg szeretnénk újítani, akkor jövőre ismét pályázni kell rá. Minden település indulhat ezen a lehetőségen Magyarországról, kis települések, nagyvárosok, fővárosi kerületek. Idén a fővárosi kerületek közül 3-4 kerület kapta meg ezt a díjat. Egy évig lehet viselni a címet, és azok a települések kaphatják, akik a legtöbbet tették azért, hogy városuk, kerületük kerékpáros barát legyen. Be kell mutatni a pályázatban, hogy jelenleg milyen kerékpárhálózattal rendelkezik a kerület, milyen annak a minősége, mit teszünk azért, hogy annak a minősége fenntartható legyen, milyen egyéb olyan rendezvényeink vannak, amik a kerékpározás népszerűsítik, olyan például Kispesten a BAM reggeli, amit minden évben meg szoktunk rendezni. Van ugye Kressz parkunk is, ahol a gyerekek tanulhatják a megfelelő közlekedést kerékpára. És ugye Kispesten legutóbb 2010-ben volt egy nagyobb kerékpáros fejlesztés, amikor tudtunk uniós forrásból kerékpárutat építeni, bővíteni. Azóta csak saját forrásból tudtunk kisebb fejlesztéseket végrehajtani. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy egy Európai Uniós kerékpáros barát fejlesztéseket célzó pályázaton a fővárosi önkormányzattal és más kerületekkel együtt konzorciumban induljon, és tovább fejleszte a kerékpáros infrastruktúrát Kispesten. Ennek keretében korszerű kerékpártárolók ugyanúgy épülhetnek, mint a kerékpáros közlekedést segítő csomópontok. A fejlesztésekkel kapcsolatban a kispestiek véleményét is kikérte az önkormányzat, és a legtöbben a biztonságos kerékpáros közlekedés fontosságát emelték ki. Kispest második közösségi kertjében, az Aranykatica kertben együtt várták Szent Ivánét. Bár a hőmérséklet késő délután még 40 Celsius fok volt, senki nem mondott volna le az esti tűzugrásról. Az év legrövidebb éjszakájához sok hiedelem és szokás kapcsolódik. A nyári napforduló ünnepe ősi hagyományokra nyúlik vissza, mely az életet, a termékenységet és a napgyőzelmét jelképezi. A fénydiadala a sötétség a halálbirodalma felett, mivel június 21-éhez az év leghosszabb napjához kötődik. Ennek alkalmából gyűltek össze az Aranykatica közösségi kertben, a Dobókatica és az Arany János utca sarkán. Mindenki hoz le magával, amit sütögetni akar, süteményeket, azokat már megsütöttük előre, és lesz tűzugrás, gyerekeknek ilyen kis kreatív dekopázsolás, akkor különböző kis játékok, vízipisztolyos, valami kis vizes dolgot is tervezünk, hogy ebben nagy melegben egy kicsit felfrissüljenek. Akkor a kislányok fognak csinálni virágokból ilyen kis tündérkertszerűséget, ezt én annyira nem tudom, hogy mi lesz, de ilyen mécsesekből rakják ki, az tavaly is szép volt. Úgyhogy minden, ami így ezzel a néphagyománnyal összefüggésben van, az fog itt történni. Népszokás ilyenkor a szerelemjóslás, melyet különböző gyógynövények elégetésével végeznek, vagy például a tűzugrás, hiszen az ünnep főszereplője a tűz. A bátrabbak nem csak átugorják a tüzet, hanem parázson járva meg is tisztulhatnak az ártó szellemektől. Én is próbálgatok majd átugrani a tűzön, ugye a többi gyerekkel együtt. Nem félsz, hogy nagyon meleg van? Nem a tűz fölött, hanem most így, és na még erre a tűz.
Hát ugye az este felé lesz, ugye, amikor már besötétedik az idő, és akkor már remélem, hogy nem lesz annyira meleg. Milyen volt tavaly a tűzugrás? Igazából az volt, hogy ott kettő felnőtt férfi így körülállt, aztán megfogták a gyerekek a kezüket, és hát megfogták és átrepítették a másik oldalra őt. Izgalmas volt? Hát igen, de én megpróbáltam felnőttek nélkül is. Sikerült? Igen. A közösségi kert egyébként is rendszeres találkozóhelye kicsiknek és nagyoknak, egyedülállóknak és családosoknak, idősebbeknek és fiatalabbaknak, de apropóra mégis szükség van, hiszen ezek teszik különlegessé az összejövetelt. Azért kell, szerintem a gyerekek miatt a legjobb ez, hogy akkor valami kis téma rákészülnek, tehát a kislányok már előre kitalálták, hogy mit akarnak csinálni, most fognak lejönni a nagy meleg miatt, nem is kezdődött korábban. Ez a nyári sok napsütést ígér, ami kedvez a termést hozó növényeknek. Az ott a miénk, ott. És mi minden van benne? Vannak ugyebár paradicsom, menta, levendula, saláta is biztos. Kispesten és a főváros egész területén egyre több közösségi kert nyílik, mert az ember természetes környezetét embertársai, nem pedig a komputer vagy a televízió jelentik. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a mindennapokban, elengedhetetlen a friss levegő és a társas együttlét, amely kapcsolatokra, eszmecserékre, lelki és testi felfrissülésre ad alkalmat. A kispesti úszoda pályáin látták vendégül a strandröplabda országos bajnokság első fordulójának mezőnyét. A rekordszámú nevező részvételével lezajlott remek színvonalú torna házigazdája Kispest Ese strandröplabda szakosztálya volt, a szervezéssel pedig mind a versenyzők, mind a Magyar Röplabda Szövetség szakbizottságának képviselői elégedettek voltak. 31 férfi és 26 női, köztük két-két szerb páros nevezett a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt strandröplabda országos bajnokság első kispesti fordulójára. A kispesti úszoda pályáin megrendezett, mind a szervezők, mind a versenyzők által jelesre értékelt színvonalú torna a betetőzése volt annak a munkának, amit a szövetség tavaly decemberben újjáalakult strandröplabda bizottsága az elmúlt fél évben elvégzett. Decemberben alakult újjá a Magyar Strandöplabda Bizottság, tehát a Röplabda Szövetség Strandöplabda Bizottsága új tagokkal, újult erővel, jó magam vezetésével, és talán ez az első lépés, ami megmutatja a mi munkánkat. Múlt héten már a Kispestese szervezésében Balaton akaratján egy pénzdíjas verseny lebonyolításra került, és óriási népszerűségnek örvendett, és ez pedig rárakta a koronát az eddigi munkánkra, ez a kispesti forduló, hiszen olyan mennyiségű, akkora mennyiségű páros indult ezen a fordulón, hogy még pénteken is selejtezőket kellett játszani. Ilyen a strandöplabdázás hazai történetében jó pár évvel ezelőtt volt csak. A verseny házigazdai feladatait ellátó Kispestesen már nem az első remek strandröplabda tornát szervezi meg az úszoda pályáin. Kispestre jönni mindig nagyon jó. A kispesti kiszolgálás, a kispesti környezet az varázslatos. Kerekes Balázs munkája az külön köszönetet érdemel, hiszen ide varázsolta Magyarországra strandöplabdázás szempontjából a legkomolyabb és legkiválóbb sportcentrumot. 8, azt mondhatom, hogy nemzetközi szintű strandöplabda pályával rendelkezik Kispest. Ez olyan unikum az országban, ami sehol máshol nincsen. Nem csak a szervezők, hanem a versenyzők is elégedetten jöttek le a pályáról a rendezvényt követően. Elsőre álltunk össze, nem sokat tudtunk edzeni így a verseny előtt, de úgy érzem, maximálisan felül teljesítettünk. Hasonló érzések vannak bennem is. Sajnos nem volt nagy lehetőségünk, nem volt sok lehetőségünk, hogy közösen edzünk, de ismertük már egymást, régebben már játszottunk, úgyhogy nagyjából tudtuk, hogy mit várhatunk a másiktól, és én úgy gondolom, hogy maximálisan teljesítettünk, hiszen elsők lettünk. A hangulat abszolút jó, egyre több ember jár ki ide Kispestre, a pályák egyre jobbak, jobb minőségűek, több pálya van, ugyebár itt ez az új kialakított rész, betonnal körbevéve mélyebb, a homok jobb, tehát mindenki a rendes beach körülmények között tud játszani, edzeni, meccset játszani, bármi. Abszolút teljesen jó versenykörülmények vannak itt, pályák is kiváló minőségűek, a lebonyolítás is tökéletes volt, úgyhogy igazából nincsen semmi kivetni való ebbe a hétvégi versenysorozatban. A hölgyek mezőnyében az egyik szerb páros ugyan eljutott a döntőig, ám a finálét végül itt is egy magyar duó nyerte meg.
Nagyon-nagyon jó érzés, pláne úgy, hogy az a páros ellen játszottuk a döntőt, aki ellen tavaly év végén elvesztettük 2-1 arányba, most 2-1 arányba vissza tudtunk vágni, sikerült a saját játékunkat játszani, rájuk erőltetni, és ez fontos volt. Ők is nagyon szépen játszottak, igen, azért hozzá kell tenni, de hál' Istennek most igen, nekünk is nagyon kijött a lépés, és dinamikusan jól megoldottuk a feladatokat. Hát nekünk szerencsénk van, mert mind a ketten a röplabdával és a standöplabdával foglalkozunk, én standöp edzőként, Beus pedig teremröplabda edzőként, tehát tudtunk készülni a télen is, de már aktívan nem teremröplabdázunk, tehát mi már csak strandolunk, és csak így együtt. Nálunk egy kicsit más a felkészülés, de mi már egy nagyon jó összeszokott páros vagyunk, tehát rutinosnak számítunk a homokon, és ezért nem egyszerű minket meggyerni. Épp tegnap számoltuk ki, legalábbis az én magam részéről, hogy 22 éve nyomom már ezt a strandröplabdát, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, és azért ez sokszor nagyon sok előnyt ad rutinba, hogy és Krisztával együtt, ő is körülbelül ugyanennyi ideje csinálja. Nagy meccseket játszottunk nemzetközi szinten is, és abból tudunk erőt meríteni. A versenysorozatnak ezzel még nincs vége. További 3 fordulót rendeznek az ország különböző pontjain, majd következik az országos döntő a 4 forduló legjobbjainak részvételével. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták, hírekkel egy hét múlva jelentkezünk. Addig is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670 671 1919-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu. Köszönöm figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket, a magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását. Nézzük, milyen témákkal készültünk. Sport, úszás, kézműves programok, kirándulások az ország minden részére. Elkezdődött az önkormányzat által biztosított napközis tábor a kispesti iskolásoknak. Lejárt a határidő, kötelező a parlagfű írtása, ellenőrzések lesznek, és pénzbüntetést kaphat, aki nem tartja be a törvényt. Milyen élet vár gyermekeink generációjára? Visszafordítható-e földünk pusztulása? Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete, újra Magyarországon járt. Kispesten több program is fűződik nevéhez. Több régóta húzódó, fontos és átfogó kérdésben is döntés született az elmúlt hetekben a legutóbbi testületi üléseken. A lakáskoncepció kidolgozása, a kerületben működő piacok modernizálása a bérlőkkel egyetértésben, illetve a még hatékonyabb vagyongazdálkodás kidolgozása hosszú távú feladatokat jelent. A terület felelősét, Kertész Csaba alpolgármestert a munkák üteméről is kérdeztük a fogadóórában. Több olyan kérdésben is döntés született az utóbbi időben, vagy legalábbis előremutató határozatok, amelyek régóta húzódnak és régóta megoldásra várnak. Ilyen például a lakáskoncepció. El lehet kezdeni egy konkrét munkát. Mi lesz ez? Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy nekünk most körülbelül a hozzám tartozó kis csapatnak olyan 3 évre megvan a munkája. Ez a lakáskoncepciónak első fázisa most szeptember 30-ig meg kell valósuljon, ami arról szól, hogy meg kell nézzük a saját rendeleinket, meg kell nézni a jogszabályi hátteret, hogy melyek azok a pontok, amelyek picikét lassítják a folyamatokat, picikét elmaradtak már az elmúlt éveknek a fejlődésétől, és ezt rendbe kell tenni. Amennyiben ezzel elkészültünk, és már pedig a testület így döntött, szeptember 30-ára ezt le kell tenni ennek a rendeleteknek a felülvizsgát, aztán folytatjuk a koncepciónak az elemeit, a részleteit, szintén határidővel, konkrétumokkal. Nagyon fontos eleme lesz ennek a lakás koncepciónak, hogy minden lakásunkat, amit lakásként akarunk megtartani, az körülbelül olyan 600-550 körül fog szerepelni számokban. Minden lakást fölmérünk fizikailag, milyen állapotban vannak, mennyit kell rákölteni a lakásokra, ha ezt rendbe akarjuk tenni, mennyi forrást kell ehhez biztosítani. El kell dönteni, hogy azok a lakások, amelyek a mai viszonyoknak már nem felel meg, a komfortfokozatnak, mit csinálunk vele, ki kell vonni a lakás forgalmat,
mozgalomból, de akik benne laknak, valamilyen lehetőséget kell biztosítani. Ezért egyik új fontos eleme a koncepciónak, hogy mi azt mondjuk, hogy akár támogatjuk településileg, hogy albérletbe menjen, nem biztos, hogy Kispesten, bárhova máshol beszállunk abba, hogy az albérletét ki tudja fizetni, ezzel is gondolkozunk, ezzel is kidolgozunk ennek a technikáját. Például mi azt mondjuk, hogy bérlakások vannak. Aztán a bérlakáshoz lehet jutni piaci viszonyok között, és lehet úgy jutni, hogy valaki szociálisan indokolt, hogy a bérlakásba bekerüljen. Ezeket mind-mind rendezni kell az elmúlt 10-15 évben nem kerültek megfelelően kidolgozásra, tehát nagy munka áll előttünk. Én azt gondolom, hogy ennek a koncepciónak a kétharmadával a ciklus végéig tudunk végezni, tudunk letenni olyan anyagot, ahol meg lehet hozni a döntéseket, mert elkapkodni nem szabad, mert minden döntés mögött nagyon komoly szakmai, gazdasági, szociális hátteret kell megvizsgálnunk, de ez olyan munka lesz, amit örömmel csinálunk, és gondolom a kispesti lakáspiac ezáltal kicsikét meg fog változni, sokkal jobban fog tudni már irányítani, akkor igazán hány lakással rendelkezünk, hány családnak tudunk segítséget adni. Tehát ezek a folyamatok kezdődnek meg. Az már most látszik, ahogy említette, hogy valószínűleg kevesebb lakást fognak megtartani, mint amennyi most van. Ez teljesen egyértelmű, és az is egyértelmű, mindenki számára mondhatjuk, konkrétan nem kívánjuk eladni a meglévő lakásainkat, csak azoktól akarunk megszabadulni, amelyek a mai körülmények alkalmatlanok az lakásban való tartózkodásra. Üres lakások is vannak, ebbe már új bérlőket nem teszünk be, ezeknek a lakás státuszát fogjuk megszüntetni. Körülbelül szerintem 550 olyan lakást tudunk majd meghagyni. Ugye nagyon nagy problémáink vannak azzal is, hogy vannak tartozások. Oda kell figyelni, hogy a közös költséget, oda kell figyelni, lakbéreket időbe fizessék. Nem lehet azt megengedni, hogy valaki tartozza másfél-két millióval. Időbe be kell avatkozni, mert akkor még van rá remény, hogy ezt meg tudjuk akadályozni. Ha pedig nem tud fizetni, akkor szintén döntenünk kell, de maszatolni, hogy tartozásokat halmozni, ennek nem sok értelme van. Ugye ez is felmerült, hogy önkormányzatnál nem kötelező feladat, hogy legyenek bérlakásai, tehát akár dönthetne úgy is, hogy nincsenek önkormányzati bérlakásai. Ez természetes, de ennek az önkormányzatnak a vezetőse és testülete ettől merevan elzárkózni. Mi pontosan tudjuk, attól függetlenül nem a mi kötelességünk, viszont a kispestiekkel szemben kötelességünk alternatívákat felmutatni. Itt laknak, itt élnek, itt vannak közöttünk, tehát bizonyos értelemben attól függetlenül, hogy nem a mi kötelességünk, gondoskodni akarunk, de ennek a keretét most már átláthatóbbá, szabályzottabbá kívánjuk tenni. Lesz rá pénz egyébként, hogy ezeket a lakásokat beforgassák olyan módon, hogy felújítsák és élhetővé tegyék? Azért csináljuk meg a műszaki felülvizsgát, hogy pontosan tudjuk, hogy mennyi forrás áll a rendelkezésre, és nyilván, ha nem egy év alatt, hanem folyamatosan ezt elkezdjük csinálni, és ami még nagyon fontos, hogy menet közben, ha megcsináltunk valamit, ellenőrizni kell sokkal gyakrabban, hogy olyan állapotban lakja a lakó, aki bent lakik, hogy amikor kiköltözik, ne kell nekünk 2-3 milliót rákölteni a lakásra, hogy ismételten lakhatóvá tegyük. Tehát ezek azok az aprólékos munkák, amik viszont nagyon sokba kerülnek, de nagyon sok pozitív értelemben záródhatnak, hogy figyeljük, és azonnal szólnunk, hogy többet költsél rá, mert ez a te kötelességed. Ez a mi kötelességünk, de ezt ellenőrizni fogjuk, és a bérleti díjakba és egy olyan passzusokat tudunk majd beépíteni az újakban, hogy egyes szakaszoknál közjegyzői határozat ellenjegyzés kell, ami azt jelenti, hogy vita van közöttünk, nem kell már várni évekig a bíróság döntésére, hamarabb tudunk intézkedni, tehát ez is egy fontos eleme az új koncepciónak, hogy mind be kell építeni ezekbe a koncepciókba. Másik nagy terület, ami régóta vár megoldásra, ez a piacfejlesztés. Hol állnak a tárgyalások, illetve milyen tárgyalások kezdődnek újra? Soha nem felejtem el, hogy amikor újra választottak bennünket és első riportot készítettük, akkor azt mondtam, hogy nekem a Kossuth téri piac az egy szívem csücske, nem csak a Kossuth téri, a Vekerlő-Guttenberg téri piac is. Hát én ezért érzelmileg kötődöm jobban hozzá, hogy talán, mint mások. Most a testület úgy döntött, hogy a koncepció fejlesztési koncepció kidolgozására létrehoz egy munkacsoportot. Polgármester és a testületenek a munkacsoportnak a vezetésével bízott meg. Első körben
igyekszem majd a piacosok között tájékozódni, hogy kik azok az emberek, akik ebben a munkacsoportban részt tudnak venni. Másik oldalra nyilván itt be kell vonni a vagyongazdálkodási irodát, be kell vonni a VAMÜSZ-t, és majd kialakul egy ilyen csapat, ha rendszeresen le tudunk ülni, meg kell hallgassuk, hogy a piacosok miben gondolkodnak. Nekünk is föl kell mérni, hogy milyen anyagi ráfordítási erőforrásaink vannak, mert az alépítmény a miénk, tehát vízcsatornahálózat, azt nekünk kell megcsinálni, útakat, stb. De kell látnunk azt, hogy milyen stációban gondolkoznak. Ugye két nagy csoport van, a kőépületes csoport és van a zöldséges sor. A zöldséges sor bizonyos értelemben egyszerű, mert egyszerűbb szerkezetekkel meg lehet oldani. Tudnunk kell, mit kérnek, hogy akarnak, mint akarnak, és folyamatos egyeztetésnél, amikor ez, hogyha végre idáig eljutottunk, akkor ki kell dolgozni egy ütemtervet. Ebben az évben ennyi forrásunk áll, és ezt meg kell csinálni. Én remélem, hogy pár éven belül a kispestiek fogják érzékelni, hogy a piacnak nem csak a lelkület, hanem a műszaki állapota is javult, már most is javult, mert például a kossuth-téri piacon a vízházatot felújítottuk, és idén is fogunk járdákat, utakat felújítani, tehát elindult valami, de ezt tovább kell fejleszteni. Évek óta azért akadozik a munka, mert nem tudják megtárgyalni ezeket a dolgokat. Miért gondolja, hogy most egyszerűbb lesz és könnyebb? Mert ez közös érdekünk. Itt a három érdekcsoport van, a piacosok, az önkormányzat és az itt lakók. Ennek a három érdekcsoportnak addig kell az asztal mellett ülni, beszélgetni, míg a közös nevezőt meg nem találjuk. Itt nem az a kérdés, hogy mit akar kertész, mit akar bárki más. Itt a lakók érdekét kell képviselni, szeretik a piacot, hiszen ebben a műszaki állapotában is ide járnak, vásárolnak, csak egy kicsit már olyan uncsi, hogy körülöttünk mindenütt javultak a piacok, minden kerületben, csak itt maradt meg ez az őskövület, és hát ő vásárol jó kedvű, de azt már nem szereti, nyakába csorog a lé. Nem szereti azt, hogy tocsognak, amikor bemennek a piac területre. Tehát ezek kikényszerítik belőlünk közösen, ki kell kényszerítsék a változást, hogy mindenkinek ebbe bele kell tenni a magáét, a piacosoknak a felépítmény vonatkozásban, nekünk az alépítményekbe, és a szépen folyamatosan biztos, hogy nem egy év alatt tudjuk megcsinálni, de ha kidolgozzuk az ütemtervet, akkor az már mindenki számára kézzelfoghatóval válik. Ebben az évben a Gutenberg piacon ezt akarjuk, Kossuth-téren azt akarjuk, és az mindenki számára nyilvánvaló lesz. Mondtad, hogy egy csomó minden megújult, egy csomó minden fejlődik. Ezek a határozatok és ezek a döntések is a fejlesztéseket mutatják, és az egész vagyongazdálkodásban egy olyan típusú gondolkodás érlelődik, ami a piachoz közelítés, ami egy modernebb gondolkodás, mi ez? Ezt megelőzően mi megvizsgáltuk a 23 kerületnek a vagyongazdálkodással kapcsolatos különböző belső intézkedéseit. Ebből az rajzolódik, hogy Budapesten igazán a régi GAMESZ-hoz hasonló szerint csak egyetlen kerületben van, a másik két-három kerületben van a GAMESZ meg a VAMÜSZ féle megoldás. A legtöbb kerületben vagyongazdálkodási KFT-ket, ZRT-ket hoztak létre. Sikere? Hát úgy tűnik, hogy igen, mert azóta is ezek így működnek. Mi ezeket vizsgáljuk, és ebből nem szégyelünk másoktól is tanulni, leszűrve a tapasztalatokat. Mi azt gondoljuk, hogy Kispesten is szükséges ezt átgondolni, hiszen a mai piaci viszonyok között a piacgazdaságban nem lehet várni hónapokat, éveket egy-egy döntés meghozatalára, de ez is egy komoly munka, megalapozott munkát kell, hogy igényeljen, föl kell tárni a mi problémáinkat, arra kell kidolgozni. Én azt gondolom, hogy jövő év közepére ezzel kapcsolatban is ki fog alakulni egy Kispesten vonatkozó elképzelés, hogy mi ezt hogyan képzeljük el, miben segíteni a vagyongazdálkodásnak az elemeit, hiszen a vagyonnal gazdálkodni Kispestnek azért nagyon fontos, mert nekünk ebből van egyetlen bevételünk. Mi egy viszonylag kicsi kerület vagyunk, kicsi gazdagsággal, tehát itt nem lehet arra számítani, hogy óriási beruházások lesznek, és ebből kell nekünk olyan hatékonyan megfogalmazni az elvárásokat, hogy valóban a Kispest jövőnek egy bázisa legyen, ezekből a bevételéből tudunk fejleszteni. Én például maximálisan ragaszkodnék hozzá, hogy a lakás bérleti díjából származó bevételeket most is egy alszámlára tesszük, de ezt a pénzt mindig csak a lakásokra, vagy a lakások fejlesztése lehessen elkölteni. Tehát ezek is nagyon fontos előmutató. Ugyanígy vannak az üzlethelyiségekben is. A Kossuth-téri piacon is vannak bevételeink, ezeket mind-mind össze kell tenni, és azt kell mondani, az ebből származó bevételek nagy többsége ugyanide kell visszaforgatni. És ezek azok az apró
apróbb kis mozzanatok, amelyek a későbbiek folyamán a kerületnek a működésére tudnak egy olyan bevételt generálni, amiből azért a későbbiek folyamán tudunk gazdálkodni, mert ebből gazdálkodni kell, és minden forintot meg kell fogni, minél kevesebb forintot dobjunk ki esetleg úgy, hogy nincs mögötte fejlesztés, vagy átgondolt stratégia, tehát nekünk ez most már kényszerítő dolgokat vár ki belőlünk, hogy ezt vizsgáljuk meg, és gondolom, hogy én ezekbe a koncepcióba a pártoknak a működésére is számítok, együttműködésre, a testület minden tagjának a javaslatét be fogjuk fogadni, befogadjuk, és ebből próbálunk majd közösen egy koncepciót kialakítani a piacokkal kapcsolatban is. Mert arra, még hatékonyabban. Így van, de a piac meg a vagyongazdák nagyon szorosan összefügg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az illatos úti vegyi művekben korábban tárolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos esetleges vízszennyezés méréséért ugyanúgy lobbizik a fenntartható fejlődés tanácsnokaként, mint a klímaváltozás hatásainak csökkentéséért, akár helyi szinteken. Ferenci István, LMP-s képviselő közlekedési problémák megoldásáról ugyanúgy beszélt a fogadóórában, mint arról, hogy ő hogyan képzelni a Zoltán utcai sporttelep jövőbeni hasznosítását. Itt vagyunk a Kóskároly téren, és itt van ez a zebra és a két parkoló, amit már nagyon régen szeretne megszüntettetni, hiszen nehéz kilátni, főleg a kisgyerekes anyukáknak, az idős embereknek. Mi lesz ezzel? Túl azon, hogy nehéz, ez szabálytalanul van elhelyezve, hiszen 5 méteren belül van a zebrától. Az út a főváros kezelésében van, mivel főút busz közlekedik rajta, így a BKK-val kellett levelezni, ügyet intézni. Odáig jutottunk, hogy az én javaslatomat, ami azt irányozta volna, hogy itt kerékpáros tárolók legyenek, nem támogatták. Igazuk van abban, hogy attól is egy kicsit nehezebb kilátni, mintha nem lenne itt semmi. Ezen túl sokra nem jutottunk ezen a csatornán, tehát a BKK-val való hivatalos levelezésen, de volt itt egy balesetveszélyes helyzet, aminek én is részese voltam. Kerékpárra jöttem, kielőzött egy sofőr, és majdnem elütött egy anyukát a gyerekével. Amikor ezt megírtam a Facebookra, akkor jelentkezett itt a Vekerlén élők közül valaki, aki a BKK-nál pont ezen az osztályon dolgozott, ami ezzel foglalkozik, és az ő közbenjárására derült ki két dolog. Az egyik az, hogy már a zebra is szabálytalanul lett elhelyezve, tehát annak idején itt nem volt megfelelő előkészítés, meg fénymérés, meg hasonlók, tehát nincs ez lepapírozva, de azért örülünk, hogy itt van szerintem. A másik az, hogy a legolcsóbb köztes megoldás az az lenne, hogy sárga csíkokkal felfestik forgalomtól elzárt területnek ezt a részt, és akkor egyértelmű lesz, hogy nem lehet ide parkolni. Az ideális megoldás az az lenne, hogyha egy ilyen kis járda nyelv kinyúlna itt mindkét oldalról, és akkor fizikailag se lehetne ráállni. Azon vagyunk az irodával együtt, akik szintén megkapták ezt az információt tőlem, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, de lassan őrölnek a malmok a BKK-nál. Mégis mikorra várható, hogy legalább valamelyik meg lesz? Nem tudok erre válaszolni, a BKK-t kell megkérdezni. Én úgy tudom, hogy amikor egy ilyen igény fölmerül, akkor azt a következő évnek a költségvetésébe tudják betervezni, hogyha akarják. Legutóbbi képviselőtestületi ülésen szóba került az illatos úti szennyezés kapcsán a bekerlei víz minőségének kérdése. Javaslat is volt ezzel kapcsolatban. Mi ez és mi lett az eredmény? Még tavaly, amikor szintén javaslatomra vizsgálatokat rendeltünk meg a bekerlei kútvizeket, a talajt, illetve az gyümölcsöket, élőszervezeteket illetően, akkor ugye egyrészt találtak a kútvízben, talajvízben, a két határúthoz közeleső utcában a budapesti vegyi művekre jellemző szennyező vegyi anyagokat. Másrészt a cég akkor egy vállalást, egy ígéretet tett arra, hogy amennyiben a lakosság érdeklődik további vizsgálati eredmények iránt, akkor ő fogad még körülbelül 20-30 mintát, és azokat is ellenőrzi. Ezzel egy ilyen átfogóbb képet adva arról, hogy merre terjedhet vajon a szennyeződés a talajban, és ki mennyire érintett. Akkor ezt az ígéretét nem tartotta sajnos ez a cég, és ezt nem sikerült érvényesíteni az önkormányzatnak sem, és én arra tettem javaslatot, hogy mivel a lakók erről az információról tudtak, és volt is egy körülbelül 30 háztartás, amelyik élt volna ezzel a lehetőséggel, és jelentkezett a zöld irodánál,
hogy akkor mi karoljuk fel ezt az ügyet, biztosítsunk a költségvetési tartalékból erre forrást, és rendeljük meg ezeket a vizsgálatokat, és nézzük meg, hogy mi van itt a Vekerlei, illetve Kispesti Vekerlén kívül is akár a talajvizekben, hogy mennyire terjedt el, és hova terjedt ez a szennyező anyag. Ugye van egy hivatalos állásfoglalás erről, egy hivatalos mérés, ami szerint nincsen különösebben aggodalomra okot adó szennyezés, ugyanakkor a kutakat semmiféleképpen nem szabad ivásra használni. Ezt ugye többször el is mondtuk. Illetve mostani javaslatával kapcsolatban a polgármester tett egy kiegészítést. Igen, amit én is megszavaztam egyébként, arról szólt a módosító, hogy egyelőre kérjünk árajánlatot ilyen típusú vizsgálatokra, és nézzük meg, hogy akkor melyiket érdemes megrendelni, és ennek alapján kérte fel a képviselőtestület a Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tegyen majd ajánlatot arra, hogy mit és hogyan rendeljünk meg. Én remélem, hogy ez tényleg meg fog valósulni. A hatósági vizsgálat nem megfelelő, vagy nem elégítette ki önt, eléggé azért szeretné ezt is, vagy azért, mert ezt megígérték a háztartásoknak, és ez esetleg másra is kiterjed? Egyfelől megígértük, másfelől a hatósági vizsgálatok sokféle van, és azok is többnyire pontszerűen mérnek. Tehát egy-két helyszínen, egy-két szennyező anyagra keresve vizsgálódnak. Ahogy mondtam, itt az Álmos, meg a másik Baross utcában már eltérő eredményeket mutattak, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogyan közlekedik a talajvíz, teljesen eltérő eredmények lehetnek két szomszédos utcában, vagy egy kereszt utcában, és az itt élő embereket konkrétan az érdekli, hogy ott, ahol az ő kútja van, abból, amit vizet kivesz, az a locsolhatja a veteményt, azt használhatja bármilyen módon, bármilyen más módon, mint hogy meginná. Nyilván nem iszza meg senki a kútvizet Vekerlén. Igen, de ez is fontos, hogy olyan növényeket locsol-e vele, amiből később enni fog. Igen, és az sem mindegy, hogy gyökérzöldséget locsolhat-e vele, hogy levélzöldséget locsolhat-e vele, vagy esetleg csonthéjasat, ami azért a gyümölcse elég messze van a talajtól, tehát ott talán az valamilyen módon megszűri, de ennek nem vagyok szakértője, ezért kérem, hogy vizsgálódjunk szakértők bevonásával. Az utóbbi években számtalanszor volt olyan vihar, ami nagyon hirtelen jött, és nagyon rövid idő alatt nagyon nagy károkat okozott. Tavaly éppen Vekerlén volt ilyen. A klímaváltozás hatásaira folyamatosan felhívja a figyelmet. Ez megtörtént most itt a képviselőtestületnél is, illetve a bizottsági ülésen. Mi lett a hatása? Arra tettem a polgármesterrel közös javaslatot, hogy annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni ezekre az eseményekre, ezekre a hatásokra, hogy a károkat meg tudjuk előzni, vagy mérsékelni tudjuk, vagy legalább azt tudjuk, hogy hogyan fogunk tudni majd szembenézni a káreseményekkel. Arra tettünk javaslatot, hogy készüljön egy átfogó helyzetértékelés, egy felmérés arról, hogy az elmúlt években a klímaváltozásnak köszönhető szélsőséges időjárási események milyen károkat okoztak, milyen hatásokat értek el a kerületben, akár a növényzetben, akár az emberek egészségében, akár az energiafogyasztásban, akár bármi másban. Erre a helyzetértékelésre azért van szükség, hogy pontosan tudjunk kalkulálni, hogy akkor a jövőben hogyan kell cselekednünk, hogy minimalizáljuk a károkat. Mi lehet ezzel a javaslattal? A javaslatot egy bizottság kivételével, minden más bizottság, ahol benyújtottuk, leszavazta. Sajnos, azt kell mondanom, helyette egy alternatív javaslatot fogalmaztak meg a városházi többség képviselői. Arra kértek fel engem, a fenntartható fejlődés tanácsnokát, hogy a fővárosi önkormányzatnál, a fővárosnál kezdeményezzek egy klímaadaptációs terv létrehozását. Ez egyébként létezik a fővárosi szinten, és ezt lehet adaptálni a kerületekre? Vagy pedig nekik is létre kéne hozni egy ilyet? Hiszen valóban azért Budapest nem olyan túl nagy, tehát bár ugye van olyan, hogy kifejezetten Vekerlén okozott óriási pusztítást a vihar, és mondjuk a budai hegyeket nem érintette, és fordítva, de hát nyilván lehet, hogy valóban egy nagyobb koncepció megvalósítása jobban lehetséges, akár pénzügyileg is. Én tudomásom szerint, és tájékozottam ebben, nincsen ilyen terve a fővárosnak. Egy politikai nyilatkozat van, amit támogatott ez az Áder János féle védjük meg a bolygónkat, vagy valami hasonló, de konkrét cselekvési terv számokkal, helyzetértékeléssel alátámasztva nincs arra, hogy mi történik akkor, amikor valamilyen szélsőséges időjárási esemény éri a várost. Azt gondolom azonban, hogy
Bár erre is szükség van, tehát kiegészítő javaslatként be tudtam volna fogadni, és tudtuk volna támogatni, de van egy csomó olyan esemény, van egy csomó olyan hatás, ami helyben érvényesül, és egyébként a fővárosi cselekvési tervnek is arra lesz majd szüksége, hogy a kerületektől információkat kapjanak arról, hogy ebben, abban, abban a negyedben milyen események voltak, és milyen számok vannak. Tehát az például nem lehet belefoglalni egy fővárosi klímaadaptációs tervbe, hogy akkor most Vekerlén melyik utcában kéne még kiépíteni a vízszikasztó árkokat, mert a nyári özönvízszerű esőzések feláztatják a házakat, és nem teszik lehetővé a közlekedést. Ez olyan helyi probléma, amit nekünk kell megoldani. Szint úgy, hogyha nyári hőhullámok vannak, amit megszenvednek az idősek leginkább, a kisgyerekek, a várandós anyukák, arról nekünk kellene, hogy legyen, vagy lehet információnk, hogy mennyi embert érintett, milyen szolgáltatást tudott nyújtani nekik az egészségügyi intézet, illetve milyen megelőző intézkedéseket tehetünk mi itt helyben azért, hogy minimalizáljuk a károkat. Milyeneket? Hát például felkészülünk arra, hogy vízosztást kell szervezni. Ez a rövid távú, felkészülünk arra, hogy esetleg több alkalommal kell házhoz menni, rosszul lett idős emberekhez, de azt is jelentheti, hogy megvizsgáljuk, hogy hol alakulnak ki olyan hőszigetek a városban, ahol a zöld felület hiánya, vagy a zöld terület hiánya a nagy beépítettség miatt sokkal nagyobb az esélye, hogy hőgutát kapnak az emberek, és ennek mentén kell tervezni a parkjainkat. Számolni kell azzal, hogy akkor marad élhető Kispest, hogyha a legnagyobb része, főleg ahol az emberek legtöbb időt töltik, közlekednek, vásárolnak, az árnyékos, párás, hűvös hely lehet még a nyári kánikulák idején is. Elég csak bejönni Vekerlére, itt ugye az van, amit én a jövőben szeretnék Kispesten mindenhol, évtizedes fák, óriási lombkoronával. Lehet érezni, hogy az ember belép a határúti csomópontból, hogy 1-2-3 fokot akár esik a hőmérséklet, frissebb a levegő és párásabb, tehát élhetőbb. És a viharra hogy lehet felkészülni? A viharra nem vagyok szakértője, de valószínűleg úgy lehet felkészülni, hogy megvizsgáljuk, hogy mi volt, vagy mi általában a fő csapás iránya a szeleknek. Olyan fákat, olyan fasorokat ültetünk, amelyek jobban tűrik a hirtelen széllökéseket, és a meglévőket is úgy metszük, úgy nyírjuk, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák az emberekben, az épületekben, saját magukban, tehát ne csonkolódjanak, törjenek kettébe a fák, de ezt a mérleg egyik serpenyőjébe téve, és a másikba pedig azt, hogy azért ne vágjunk mindent vissza tövig. És most újra benyújtja majd ezt a javaslatot, vagy mi lesz? Hát én egyfelől végrehajtom tisztességgel azt a javaslatot, amit a városházi többség megfogalmazott, tehát kezdeményezni fogom a fővárosnál egy klímaadaptációs terv létrehozását, erre amúgy is szükség van, de újra be fogom nyújtani. Hogyha a polgármester úr még mindig támogatja, akkor újra be fogjuk nyújtani a bizottságoknak azt a javaslatot, ami azt irányozza, hogy helyben mérjük fel, hogy mi a helyzet és mire lehet szükség. A Zoltán utcai sporttelep hasznosításával kapcsolatban már több forduló is volt az utóbbi hónapokban. Végül is született döntés. Mi az, amit várnak ettől a döntéstől? Hát én az elején kezdeném. Az egész hasznosításból a koncepciót hiányolom, vagy annak az ahhoz való alkalmazkodást. 2011-ben született egy sportkoncepció, amit a város még mindig a honlapján szerepeltet. Ebben az van, hogy a Zoltán utcai sportpályán az elsődleges szempont az egyéb, tehát nem a tenisz, hanem más sportágaknak a helyzetbe hozása, abban az irányba való fejlesztés. Ennek a pályázati kiírás nem igazán felel meg. A pályázati kiírás arról szól, hogy így ebben a formájában kell tovább üzemeltetni ezt a pályát, de nem ez az egyetlen problémám ezzel a sztorival. Ugye volt az első kiírás még tavaly, ami arról szólt, azt tartalmazta, hogy a legjobb ajánlatot tevő viszi az egész boltot. Tehát tisztán az összeg számított abban, hogy ki üzemeltetheti ezt a pályát 10 évig. A legjobb ajánlatot tevőt aztán ebből a pályázati körből kizárták, majd utána, ahelyett, hogy ez igazán fel lett volna fejtve, hogy miért vagy hogy zárták ki, tulajdonképpen vita nélkül visszavonta a testület az egész döntést, és egy új kiírást fogadott el a testület, amit aztán megint visszavontak valamilyen okból, és már a harmadik körnél tartunk, amikor megint kiírják ezt a pályát üzemeltetésre. Én azt gondolom, hogy az első körben két pályázó volt, a Vekerlei Társaskör Egyesület, illetve a B-Travel Kft. Nevű cég, amelyik megbízással most is üzemelteti a pályát.
azt gondolom, hogy senkinek nem jó ez a helyzet, ez a bizonytalanság. Az egyik joggal gyanakszik a másikra, és a másik joggal gyanakszik az egyikre, hogy valamilyen módon be van csatornázva itt a döntéshozókhoz, de igazából senkinek nem jó ez a bizonytalan helyzet. Ön mit javasolna? Hát én azt gondolom, hogy az ideális az lenne, hogy tényleg elővennénk azt a sportkoncepciót, és akkor eldöntenénk, hogy itt most teniszre van elsősorban szükség, vagy másra is van szükség, vagy másra van elsősorban szükség, ezt letisztáznánk, elfogadnánk valamilyen koncepciót, és akkor annak megfelelően írnánk ki egy pályázatot. Ez az egyik. A második az, hogy van itt ugye egy tenisz sporttelep, illetve van ez a jelenleg parkolóként hasznosuló rész, ami a pályázatban is elkülönítetten szerepel, tehát nem része az üzemeltetésnek. Azt gondolom, hogy akkor az lenne az ideális helyzet, ha már 10 évre tervezünk, ha ezt az egészet egységben kezelnénk, és meg tudnánk nézni, hogy ezen a helyszínen mi fog megvalósulni, illetve azon a helyszínen mi fog megvalósulni, és hogy törekedjünk arra, hogy a kettő erősítse, kiegészítse egymást. Az idejáró sportolókat, szabadidőt eltölteni vágyó lakókat nem az fogja érdekelni, hogy ez most hogy van lepapírozva, miért kellett azt előbb pályáztatni, erre miért nincsen még mindig pénz vagy koncepció, és hogy nem ez fogja érdekelni őket, hanem az eredmény, és a jó eredmény akkor fog létrejönni, hogyha teljes képet nézzük már a legelején szerintem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Elkezdődött a már hagyományossá vált kerületi napközis tábor a Vas Lajos általános iskolában. Augusztus végéig 9 héten keresztül hetente átlagosan 120-150 kispesti iskolás nyári szünidős programjáról gondoskodik itt az önkormányzat. A gyerekeket színes programok, utazások várják. Jelenleg 140 általános iskolás, főként alsó tagozatos gyermek van a táborban. A Vas Lajos általános iskolában nagy a sürgésforgás. Van, aki pingpongozik, van, aki ebédel, sokan az udvaron játszanak, van, aki kézműves foglalkozáson vesz részt. Most itt éppen mit csináltok? Hát egy macit készítünk. Milyen anyagból? Bőr. Ilyen puha anyagból készítünk macikat, kézműveskedés foglalkozásokat csinálunk. Miket szoktatok még csinálni? Hát néha el szoktak menni az úszó, most mindig elmennek az úszósok, akkor ilyenkor játszani szoktunk, ha nincsenek ilyen programok. És mi itt, mi a legjobb itt? Hát a hinták, a mászókák, meg minden. A barátokkal lenni, meg hogy találkozunk végre, meg mindenféle. Ákos és Balázs már tavaly is voltak a táborban, most éppen társasjátékoznak. Miket szoktatok itt a táborban csinálni? Játszani, kirándulni. Vannak ilyen programok, ilyen rendőrruha, hogy eljönnek hozzánk ilyen rendőrök, meg ilyenek, és mutatnak nekünk dolgokat. Tavaly táborban eljöttek a rendőrök, hoztak kutyát, bemutatták, hogy kapják el a bűnözőket, meg felvették a ruhát, rendőrruhát. És most mit játszotok? Haligalit. És ezt hogyan kell játszani? Úgyhogy többféleképpen is lehet, úgyhogy lefordítod a kártyát, és ha például ugyanaz a szél, meg ugyanaz a száj, akkor rá kell csapni a csengőre, és az vissza a kártyákat. Mitől jó ez a tábor, vagy miért szeretitek? Mert nagyon sok itt a barátunk, és sokat lehet játszani. A gyerekekre a kerület iskoláiból érkező 10 pedagógus felügyel heti váltásban. Közöttük mindig vannak a Móra általános iskolából érkező tanárok is. Rajtuk kívül még a szabadidőszervező és a táborvezető gondoskodik a programokról és a tábor zavartalan működéséről. A technikai csapat, közöttük konyhások, takarítók is hozzájárulnak, hogy a táborban minden rendben menjen. Több önkéntes és diák is segít a táborban, ami jelentősen megkönnyíti a pedagógusok munkáját. Hogyan vesztek itt részt a nyári táboroztatásban? A kispesti önkormányzaton keresztül a nyári diákmunkaprogram keretében. És mióta dolgoztok így itt? Hát ezzel a programmal 3 éve, de már nagyon régóta önkénteskedünk itt a táborban. És mik a konkrét feladatok?
Hát konkrétan ugye a gyerekek felügyelettel szoktunk menni úszodába, különböző programokon veszünk részt velük, kézműves foglalkozásokat találunk ki nekik, és amivel tudunk, csak segítünk. És ez miért jó nektek, vagy ti miért szeretitek ezt? Szeretjük a gyerekeket, jó itt a pedagógusokkal a légkör, a kapcsolat, és ugye maga a légkör, meg minden. Hát nagyon szeretünk itt lenni, sok szeretetet kapunk, mi is adunk, és jó segíteni a gyerekeknek. És a jövőben szeretnétek esetleg gyerekekkel foglalkozni? Igen, én jelenleg a Raoul Wallenberg iskolában tanulok pedagógiai asszisztens és családsegítő szakon. Nekem is van pedagógiai asszisztens végzettségem, úgyhogy még lehet, hogy erre a pályára fog sodorni az élet. Minden héten érdekes, színvonalas programok várják a táborozókat. A gyerekek egyrészt helyben, az iskolában szabadidős tevékenységben vehetnek részt. Sokféle társasjáték, sporteszköz, többek között labdák, pingpongasztal áll a rendelkezésükre. Nézhetnek filmet, kézműves foglalkozásokat tartanak nekik. Minden nap 50 fős csoport megy úszni a kispesti úszodába, és minden héten buszos kirándulásokat is szerveznek a táborozóknak. Idén mennek majd Gödöllőre, Vácrátótra, Dorogra, a Veresegyházi Medveparkba, és több múzeumba is ellátogatnak. Igaz, a tábor csak nemrég indult, mégis már sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Ma például az Országos Bűnmegelőzési Tanács által szervezett pedagógusok részére létrehozott konferencián, nem is konferencia, az tréning, bűnmegelőzés témakörben barátság, veszélyek. Oda küldtünk 8 gyereket, megkérték. Minden héten megyünk egy nagy autóbuszos kirándulásra, ott megpróbálunk szintén programokat szervezni. Lesz egy délelőttünk, 4 óriás társas játékot hoznak ki, amivel itt majd az udvaron lehet játszani. Remélem, hogy eljutunk a Forma 1 pénteki szabad edzésére, és hát próbálkozunk mindenfélével. Vannak megszokott programjaink, parlamentlátogatás, azt nagyon szokták szeretni. Olyan külsős programok, amit a kollégák találnak ki, és akkor random megszervezzük nekik. És hát egész évben keressük a lehetőségeket, és azokat aztán próbáljuk beépíteni a nyárba. Miért hasznos ez a napközis tábor a gyerekeknek? Sok szempontból hasznos. Részint a szülőknek nincs annyi szabadsága, hogy 9 hétig megoldják a gyerekek felügyeletét. Részint a döntő többségének nincs annyi pénze, hogy 9 hétig fizetős táborokba járassa. És azt gondolom, hogy mi itt egy olyan közösségi élményt nyújtunk nekik, ami más, mint az iskolában, ami fontos, mert szükségük van arra, hogy megéljék a szabadságot, miközben persze korlátok között, de élhetik az életüket, és olyan programokat tudunk nekik szervezni az önkormányzat anyagi támogatása miatt, amire sem az iskolában, sem otthon esélyük nem lenne. A tábor programjait hagyományosan a Vekerlei Kultúrház és Könyvtár munkatársai állítják össze szabadidőszervező közreműködésével. Igaz, a tábor már elkezdődött, azonban folyamatosan lehet jelentkezni bármelyik kispesti általános iskolából. Amelyik hétre szeretne jönni a gyermek, az előző hét csütörtök délután 4-től 6-ig, vagy péntek reggel 7-től 9-ig itt a Vastajos iskolában lehet befizetni. Az első hétre mindig korábban történik az ebédbefizetés, az már június közepén megtörtént, de mostantól fogva augusztus végéig mindig csütörtök pénteken lehet a következő hétre. Tanulói adatlapot kell mindenkinek kitölteni, annak is, aki teljesen ingyenesen jön a táborba, mert 100%-ig támogatott étkezésre, hiszen itt a táborban csak azt kell kifizetni, amit az étkezési díjért kellene. A évközben, amire jogosultak, azt a térítési díjat fizetik. A minden egyéb program, BKV-jegytől fogva mindent az önkormányzat áll, belépőjegyeket, stb. Úgyhogy ezért nem kell a szülőknek fizetniük, ez így szociális alapon egy nagyon kedvező tábor anyagilag a szülők részére, és hát igyekszünk, hogy minél élménydúsabb is legyen a gyerekeknek. Aki még jelentkezni szeretne, a tanulói adatlapot megkaphatja az iskolában, vagy letöltheti a Vekerlei Kultúrház honlapjáról, a vkk.kispest.hu oldalról is.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény alapján június 30-án járt le az összes magyarországi, így a kispesti ingatlan tulajdonosok számára is a parlagfő elleni védekezés határideje. Ezt követően az önkormányzat rendészeti szervei folyamatosan ellenőrizhetik az ingatlanok területén a gyommentesítés megfelelő elvégzését, az ezt elmulasztók pedig komoly bírságra számíthatnak. Az allergia szezon beköszöntével, mint minden évben, az idei nyáron is aktuális kérdés a parlagfű, illetve más különböző gyomnövények írtásának kérdése. Az ország többi részéhez hasonlóan a mentesítés elvégzése Kispesten is az ingatlanok tulajdonosainak, illetve a terület használójának kötelező feladata. A gyomírtás határideje az országos törvényben előírtaknak megfelelően minden évben június 30-án jár le. Ebben a témában több jogszabály is intézkedik, törvények, jogszabályok, fővárosi közgyűlési rendelet egyaránt szabályozza ezt a területet. A 2008 évi 46-os törvény írja elő a ingatlan tulajdonosok részére június 30-ai határidővel a parlagfű elleni védekezést. E tekintetben belterületen a jegyző az, aki ezekben az ügyekben eljár, és az ingatlan tulajdonosokat, illetőleg nem csak tulajdonost, hanem használót is, ez nagyon fontos, kötelezheti a parlagfű írtására, illetve közérdekű védekezést is rendelhet el e tekintetben. A határidő lejárta után az önkormányzat illetékes rendészeti szervei folyamatos, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzésre jogosultak, amelyet helyszíni szemle formájában végeznek el. Az önkormányzat részéről elsősorban a zöld programiroda, illetőleg a kispesti rendészet az, akik a kerületben ilyen tevékenységet folytathatnak. Természetesen lakossági jelzés alapján is eljár a hivatal. Ilyen esetben mindig helyszíni szemlére kerül sor, ahol feltérképezzük, felmérjük, hogy milyen mértékben fertőzött a terület, majd ezt követően ugye a ingatlan tulajdonosának a kiléte, a szükséges adatok beszerzése történik. És azt tudni kell, hogy a június 30-ai határidő az egy kötelező határidő, erről az ingatlan tulajdonosoknak tudniuk kell, és ezt követően mindenféle bejelentés és felszólítás nélkül végezhető az ellenőrzés, illetve a közérdekű védekezés elrendelése. Az ingatlan tulajdonosoknak érdemes betartaniuk a jogszabályban előírt gyommentesítési kötelezettséget, ugyanis akinél mulasztást tapasztalnak, komoly bírság kiszabására számíthat. A közérdekű védekezés mellett a jegyző minden esetben értesíti a kormányhivatalnak a növényvédelmi és talajvédelmi igazgatóságát. A bírság kiszabására részükről kerülhet sor. Az önkormányzat a közérdekű védekezésnek a költségeit hajtja be az ingatlan tulajdonoson. Azt is tudni kell, hogy a kormányhivatal eljárásában a bírság kiszabása nem mérlegelhető. Tehát abban az esetben, ha valóban parlagfűvel fertőzött a terület, minden esetben bírság kiszabására kerülhet sor 15 ezertől 5 millió forintig. A gyomírtással kapcsolatban általában a parlagfű az elsődlegesen szóba kerülő növény, azonban nem csak ennek a mentesítésére kell odafigyelni. A növényvédelemről szóló törvény alapján nem csak a parlagfű ellen köteles védekezni az ingatlan tulajdonos, hanem négy olyan karanténgyomot sorol fel, amik írtása kötelező, ilyen a sejemkóró, ilyen az epszőlőcsúcsor, a parlagfű és az aranka. Ezeket nem minden esetben, tehát általában a parlagfűre van kihegyezve ez a dolog, de ezek a gyomnövények is igen agresszívek, és igen nagy területeket tudnak befoglalni, az aranka meg kifejezetten káros az ott lévő növényzetre, megöli a kis folyondár jellegű növényke az ott lévő növénytársulásokat, akár nemes növényekről van szó, akár vadonnőtről.
Mivel Kispest területe szinte teljes mértékben belterületnek számít, így a kötelezettségekről, a mulasztásokat követő eljárás menetéről, valamint az esetleges fellebbezési igényekről az önkormányzat zöld programirodája nyújt igény szerint részletes felvilágosítást, illetve szakmai útmutatást. A kiszabott büntetésekkel szembeni fellebbezést a bírságot kiküldő szervhez lehet benyújtani. A június 30-ai határidőt követően a gyommentes állapot ellenőrzése az ingatlanok területén a vegetációs időszak végéig folyamatosan történik. Májusban hazánkban járt nem is először Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete. A háromnapos látogatás során mindössze egy nyilvános előadást tartott, keresve a választ arra, milyen élet vár gyermekeink generációjára, visszafordítható-e földünk pusztulása, vagy hogy mit tehetünk, hogy visszaállítsuk a kibillent egyensúlyt. A csimpánzok viselkedését tanulmányozó kutatóról biztosan sokan hallottak már, de talán azt kevesebben tudják, hogy alapított egy intézetet is Magyarországon, a Jane Goodall Intézetet, melynek székhelye hol máshol, Kispesten van. Nagyon szerettem volna üdvözölni magukat a saját nyelvükön, de nekem a magyar nyelv túl nehéznek bizonyult. Mégis tudom önöket egy idegen nyelven köszönteni. Nagyon egyszerű nyelv, ezt hallanák önök is, ha velem jönnének a Gombi Nemzeti Parkba, Tanzániába. Csimpánzul annyit jelent, én vagyok Jane. Dr. Jane Goodall a csimpánzok viselkedését tanulmányozó, új korszakot nyitó kutatását 1960. júliusában kezdte el Tanzániában. A Gombi Nemzeti Parkban végzett tanulmányai megalapozták a későbbi primatológiai kutatások jövőjét, és újraértelmezték az emberek és az állatok közötti viszonyt. A legnagyobb problémát az jelentette, amikor elkezdtem megfigyelni a csimpánzokat, hogy még soha nem láttak embert, úgyhogy megijedtek tőlem és elszaladtak. Ez zajlott hónapokon keresztül. Pénzem pedig csak 6 hónapra való volt, ezt is igazán nehéz volt összegyűjteni erre az őrült projektre, hogy egy fiatal lány elmegy a dzsungelbe, hogy életveszélyes vadállatokat figyeljen meg. Szóval ott voltam ebben a helyzetben, és az állatok, akikkel kapcsolatba kerültem, mindig elfutottak előlem. Míg nem az egyikőjük egyszer csak elkezdett bízni bennem. Egy őszi napon látta, mint egy csimpánz ágakat gallyazott le, hogy segítségükkel termeszeket halásszon ki egy termeszvárból. A tudósok mindez idáig úgy vélték, hogy kizárólag az emberek képesek szerszámokat készíteni és használni, de Dr. Goodall felfedezése megcáfolta ezt a feltételezést. Ez bizonyul Dr. Goodall egyik legjelentősebb felfedezésének. Az évek folyamán munkássága újabb meghökkentő megállapításokká szolgált. Például, hogy a csimpánzok képesek szervezett támadást intézni fajuk tagjai ellen, s véres háborút vívni egymással. Dr. Goodall számos elismerést kapott munkája során, többek közt a francia becsületrendet, a Tanzánia medált, valamint Japán igen rangos Kyoto díját. 2002-ben elnyerte az ENSZ béke nagykövete címet. 2004-ben pedig a brit birodalom dámájává nevezték ki. A magyarországi Jane Goodall Intézet 2006-ban kezdett kibontakozni. Akkor még csak egy ilyen egyetemi kezdeményezés volt, az ELTE biológus hallgatók látták, hogy van valami mozgolódás nemzetközi szinten Jane Goodall intézetek terén, és az ő kis közösségük kezdett olyan programokat indítani, amik a Jane Goodall intézetek működéséhez hűek, és egy pár év ilyen kezdeményezés után intézeti szinté lépett elő a szervezetünk, és talán a közép-európai régióban legrégebb óta Ausztriában van még aktívan működő Jane Goodall intézet, de évek óta mi vagyunk itt, akik aktívan szervezünk programokat, Jane látogat minket. A legutóbbi látogatás célja például az volt, hogy Dr. Goodall találkozzon Máté Bence fotográfussal, és megnézen egy-két általa épített madárlest. A hölgy egyébként 82 éves. Mi mindennel foglalkoztok konkrétan? Az intézet azon kívül, hogy Afrikába irányuló programokat szervez,
az elsődleges célja a környezeti nevelés. Jane Goodall is mindig azt mondja, hogy, hogy a jövő a fiatal generáció kezében van, tehát hogyha valamit mi szeretnénk elindítani, akkor azt iskolákban, ne agyisten óvodákban kell elkezdeni. Ezért olyan programokat szervezünk, ami egy kicsit vegyíti a terepi kétkezi természetvédelmet és a oktatást, tehát iskolákba visszük ezeket a programokat. Az iskolai program része a felvilágosítás, környezettudatos magatartásra való nevelés, vagy például a táskafestés. Van egy másik programunk, ami már az idősebb korosztálynak szól. Ott azt próbáljuk bemutatni, hogy három főemlőst, a csimpánzt, a gorillát és az orángutánt milyen olyan veszélyek fenyegetnek, amiket mi egy egész más kontinensen élve, a vásárlási szokásainkkal, az fenntarthatatlan életmódunkkal és a meggondolatlan életvitelünkkel sodorunk bajba. Ilyen például, hogyha pálmaolaj tartalmú termékeket vásárolunk, azzal hozzájárulunk ahhoz, hogy az orángutánok élőhelyét pusztítsák ezek az olajpálmák ültetése miatt. Hogyha olyan elektronikai eszközöket veszünk, amiben koltán van, akkor a gorillák élőhelyének a pusztulását idézhetjük elő, mert ezeket ehhez szükséges fémet onnan bányásszák. Illetve a csimpánzoknak az élőhelyét is folyamatosan pusztítjuk, akár fakitermelés, vagy a bushmeat, az elnevezése annak az orv gazdaságnak, amikor teljesen illegális vadászatot folytatnak őserdőkben, és az ottani állatokat lövik ki, vagy viszik el egyéb felhasználásra. Ha nem is tudjuk kikerülni nap mint nap a pálmaolajat vagy a koltánt tartalmazó termékek vásárlását, figyelhetünk például vásárlásaink mennyiségére, vagy mobil készülőkünk cseréjének gyakoriságára. A bushmeat trade a csimpánzhús kereskedelmet jelenti. Mivel a fiatal állatokat sem kímélik, teljes pusztulásra ítélik a fajt. Mindannyian tudjuk, hogy igaz ez az egész világra, ha kereskedelemről, pénzről van szó, az emberek elkezdenek furcsán, bután, meggondolatlanul viselkedni. Rendkívül energikus. Ebben az évben volt Magyarországon, és olyan zsúfolt programot valósított meg, amit sok fiatal is megirigyelne. Csak egy példa mondjuk, az önkénteseimmel voltunk vele egy vacsin, egy kertben, és azt néztük, már amikor ültünk, mindenki elfoglalta a helyét, hogy vajon kitaláltuk-e volna, hogy Jane hova fog ülni, voltak fotelek, volt párnás szék, volt valami hintaszékszerű, és volt egy ilyen kis hokedli. Hát Jane ott ült. Tehát, hogy annyira természetes, és például nem szeret szállodákban megszállni. Azt szereti, hogyha valami családias, nem is családias, de valami otthonos szállást találunk neki. Most is például egy magánlakásban lakott. Szereti azt, hogyha van kert, megérkezett, és úgy egyből elvesztettük a kertben. Tehát így ment és talált valami ehető vadnövényt. Idén is és tavaly is részt vehettünk egy Jane Goodall találkozón, mivel az iskolánk a Roots and Shoots programnak és a Jane Goodall intézetnek a része. És mi voltunk az egyetlen iskola Magyarországról, aki elmehetett. Jane Goodall egy beszédet tartott, ahol hát a környezetvédelemről, meg az ilyenekről beszélt, és utána pedig kaptunk 10 percet, hogy beszélgethessünk vele. Hát ugye akkor meséltünk neki a békamentésről, hát a Tölökál kutya Mannheimről, a Ló Mannheimről, meg hát ugye kérdéseket tehetünk fel, meg megkérdeztük, hogy mit csinált ma, meg hogy szereti-e Magyarországot. És mit mondott? Hát azt, igazából szereti Magyarországot, de úgy még nem, szóval csak a program miatt jött el, tehát még körben nem nézte. Nagyon kedves volt, megértő volt, és nagyon családias hangulatot teremtett, ha így lehet mondani, mivel idén ugye volt egy
kanapé, amire leülhetett volna, de leült közénk egy körbe, és így beszélgettünk vele. Lehetetlen eltulózni azt, milyen mértékben változtatta meg Jane Goodall a primatológia szakterületét. Elszántsága, bátorsága, humanizmusa példát mutat nekünk felnőtteknek és a jövő nemzedékének egyaránt. Dr. Goodall 1977-ben alapította a Jane Goodall intézetet azzal a céllal, hogy kutatásokat támogasson és védje a csimpánzokat és élőhelyeiket. Az intézet széles körben ismert afrikai fejlesztési programjairól, valamint a Roots and Shoots, rügyek és gyökerek környezeti nevelési világhálózatról. Ennek a hálózatnak egyik szerves pontja éppen Kispesten a Vas Lajos általános iskolában van. Hogy került a kispesti Vas Lajos iskolába ez a mozgalom? 2009-ben egy volt tanítványom megkeresett, Nagy Szilvia, aki itt tanult ebbe az iskolában biológiát, hogy csatlakoznak el szívesen ehhez a mozgalomhoz, mondtam, hogy természetesen igen. Úgy kezdődött, hogy egy földnapi falültetésre eljöttek hozzánk vendégségbe. Az udvaron van egy tábla is, ezt meg tudjuk nézni közösen, és akkor elkezdődött a különböző közös program. A programot nem tudtam, hogy mi, de Jane Goodall nevét abszolút ismertem, hiszen egy gyerekkori olvasmányomnak az író nője volt, és nagyon örültem neki, hogy valamilyen szinten kapcsolatba kerülhetek vele. Akkor még nem tudtam, hogy személyesen is többször tudok vele majd találkozni. Mi volt a benyomása? Milyen Jane Goodall személyesen? Olyan kisugárzása van ennek a hölgynek, még 82 évesen is, hogy olyan erőt, magabiztosságot, határozottságot, ugyanakkor annyira figyelmet tud szentelni a diákoknak, annyira odafigyel rájuk, hogy a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapjára is föltettem azt a cikket, amit írtam a mostani találkozó kapcsán, aminek azt a címet adtuk, hogy a figyelmes meghallgatás. Tehát annyira odafigyel a gyerekekre, hogy ez valami fantasztikus. Nagykovácsiban, amikor most voltunk, az amerikai gyerekek projekteket készítettek, háromfős csapatokban, majdnem mindenkihez odament, végighallgatta őket, kérdéseket tett fel. Tehát az egész személyiségéből az árad, hogy igen, én tudom, hogy mit és hogyan kéne csinálni, de nem én mondom meg, hanem pontosan az a lényeg, hogy minden gyerek rájöjjön arra, hogy ő mit tehet a dolgok érdekében, és a gyerekek ezt nagyon érzik, és nagyon értékelik ezt, hogy egy önálló személyiségnek tartja őket. Dr. Goodall átlagosan évi 300 napot utazik, hogy iskolás gyermekeket látogasson meg, és előadásokat tartson a csimpánzokat veszélyeztető fenyegetettségekről és más környezeti válságokról. Hisz abban, hogy az emberiség képes megoldani azokat a problémákat, melyeket saját maga idézett elő. Arra igyekszik ösztönözni az embereket, hogy vállalják személyes felelősségüket és merjenek élni a változtatás lehetőségével. A magyarországi Rügyek és Gyökerek programban szerepel békamentés, kutyamenhely látogatás egyebek között. Nekem a kutyamenhelyről az volt a benyomásom, hogy a kutyáknak nagyon sok emberi vonásuk van, és hogy nagyon értelmesek voltak, és nagyon megkívánják a szeretetet. Meg aztán a kutyamenhely után voltunk még a tatai vadlúd sokadalomban, és figyeltük a vadlúdakat, ahogy leszállnak az öreg túlra pihenni. És mi tetszett benne? A látvány maga, mert én lelkesen figyelem a madarakat, nagy madárbarát vagyok, és engem nagyon megkapott a látványa, hogy az alkonyi fényben érkeznek a madarak. Hallom a hangjukat, látom őket. Ez így nagyon szép volt. Milyenek a békák? Hát nekem nagyon tetszenek, mert aranyosak, és hogy sokan félnek tőlük, de ott meg is lehet tapasztalni, hogy inkább ők félnek tőlünk, mint mi nekünk kéne, és hogy ránk vannak utalva egy csomó helyzetben. Nem undorodtál a béka bőrétől? Hát nem, jó érzés volt segíteni nekik. Mennyire változtat a gyerekeken az, hogy bekapcsolódtak ebbe a programba, hogy megismerték Jane Goodallt, hogy változnak-e a gyerekek, a nézőpontjuk, a viselkedésük, a magatartásuk, a jövőképük? Szerencsére változik.
Az összes környezeti nevelési program erről szól, hogy teljes személyiségfejlesztést próbálunk végezni, hogy a gyerekek felelősséget érezzenek, hogy úgy érezzék, hogy az ő munkájuk, az ő döntéseik, az ő cselekedeteik is fontosak. És tényleg minden nap, minden döntéssel, azzal, hogy a műanyag palackot nem kidobják egy az egybe a szemétbe, hanem a kupakot letekerik és bedobják a kupakgyűjtőbe, ami utána megy a tököli kutya otthonnak. Tehát ilyen apró dologtól kezdve minden egyes cselekedetük számít. A Soroksáron az egyik általános iskolában rendeztek egy Afrika projektnapot, ahol részt vettünk afrozumbán, különböző kézműves foglalkozásokon, és filmet is nézhettünk az afrikai életről. És mi tetszett az afrikai életben? Hát láttuk azt, hogy milyen szegényen élnek, de hogy próbálnak egymásnak segíteni és jobb életet teremteni. De hogyan vigyázol a környezetre? Hát például, amikor fogat mosok vagy fürdök, akkor nem sokáig folyatom a vizet, nem szemetelek, nem szennyezem a vizeket. A szüleid is figyelnek erre? Igen. Nagyon sok kutatási eredmény született erről, hogy az ökoiskolákban nevelkedett, környezettudatos szemléletre nevelt gyerekek mennyiben másképpen működnek, mint a normál általános iskolában, hogy mit tekintenek értéknek, mire figyelnek oda. Miért van szüksége a kutyáknak ránk? Hát a szeretetre nagyon nagy szükségük van, mert abból töltekeznek, ugyanúgy, ahogy az ember. Hát látják, hogy befogadják őket az emberek, és hogy gondoskodnak róluk. A kutyákkal azt csináltuk, hogy megsimogathattuk őket, és vittünk nekik meg az menhelynek kupakokat, meg különböző játékokat. Mit csináltatok a kupakokkal? Odaadtuk a menhelynek. Together we are creating a better future. Together we are making a difference. Would you join us? Today, as I travel around the world, everywhere I meet groups of roots and shoots, all working on projects to make this a better world. And it is so true that every single individual makes a difference every single day. That means you and me. A Roots and Shoots program vallja, a világban minden élet összefügg. Ezért arra buzdítja a hálózat csoportjait, hogy olyan projekteket hozzanak létre, melyek segítségével a Földet jobb helyé tehetik, nem csak saját maguk, az ember, hanem az állatok és a környezet számára. Mit gondolsz, hogy mi az, amit te tudsz tenni a környezetért? Hát, például, hogy a telefontöltőket nem hagyjuk bent egész nap a konnektorba, hanem kihúzzuk, hogy a hűtőt nem órákra nyitjuk ki, hanem csak ameddig muszáj, meg hogy lekapcsoljuk a lámpát, ha elhagyunk egy helyiséget. Kötelezettséggel nem jár ez az egész dolog. Ez egy olyan vállalás, egy olyan program, ugyanúgy, mint az ökoiskolaság, hogy 3 évente készítünk egy üteltermet, egy programsorozatot, amit megcsinálunk, csak azért, mert szeretnénk megcsinálni. Ez teljesen önálló lelkesedésből működik. És itt van Jane Goodall üzenete, hogy minden egyes ember megfoglalkoznak valamit minden nap és minden percben. Ezt próbáljátok meg szem előtt tartani, és én biztos vagyok benne, hogy rajtatok kívül is sok olyan ember lesz, aki felnőtt korában is, ha nem is főállásban, de önkéntesként civil szervezetben fog foglalkozni. Reméljük, hogy addigra a civil vállalásnak is nagyobb presztízse lesz itt Magyarországon, mint ma. Together we are creating a better future. Korábban már adtunk rövid ízelítőt az idei városünnep hangulatából és programjaiból. Most tekintsék meg összeállításunkat a színpadi műsorokról, előadókról. Igyekeztünk visszaadni azt a jó kedvet, jó hangulatot, ami a színpad előtt és mögött uralkodott reggeltől késő estig. Volt egy bűvész varázsolt, lépten nyomon varázsolt, felemelt egy panelházat, s vele együtt lakót százat. És amikor visszatette, a legfelső emeletre varázsföldet morzsolgatott, varázsigét mormolgatott. Málna bája, szálljon rája, égbe érjen almafája. Kaputelefonok zengték, mindenkinek megüzenték. Szeder erdőn dinnyeliget, egész nyáron gyümölcs szüret. Kivitavon banáncsónak, hódolatunk varázsoltnak.
A színpadi program 11 órakor Rutkai Bori gyermekkoncertjével indult, majd a Fortissimo együttes hangszerbemutatójával folytatódott. Most már jó pár éve, 2008 óta csinálunk zenét gyerekeknek, ez most már a harmadik lemezünk anyaga, a Pizsamátor, amiből főleg játszottunk, de a Sárkány-Nyárgányból is játszottunk dalokat. Milyen volt a kispesti közönség? Milyen gyerekek előtt szerepelni, gyerekeknek műsort készíteni? Hát a legjobb közönség a gyerekek, mert nagyon aktívak, nagyon helyesek, csinosak, nagyon szeretnek szerepelni, és tök jól lehet velük együtt játszani. Amerre megy, arra búg, amerre szúg, arra megy, amerre forkavarok, nyaka tekerek. A pormacskákat kergetem. Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon sokat koncertezünk, járjuk az országot, folyamatosan újítjuk meg a műsort, és nagyon sokszor találkoztunk azzal a helyzettel, hogy fölmegyünk részfúvós hangszerekkel a színpadra, és a gyerekek még akkor is, a felnőtteknek szóló műsort játszunk, elkezdenek érdeklődni ezek után, a hangszerek után, ez iránt, a műfaj iránt. És úgy döntöttünk, hogy ezt egy misszióként fel is vállaljuk, ennek a nyomán készült el ez a hangszerbemutató, hogy tényleg közvetlenül a gyerekekhez szólva tudjuk megmutatni azt, hogy milyen színes és izgalmas is ez a világ, amiben ennyit lehet zenélni. Egy napon, mikor mici mackónak semmi dolgan nem akar, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment át malackához, hogy meg lehessen mit csinál. De malackánál éppen akkor senkit nem talál. Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hult a hó. Arra gondolt, hogy otthon talán akar egy kis ennivalós, hogy kimelegedjék, ugrándozott és jó nagyokat lépett. S a hidegre való tekintettel énekelni kezdett, hogy minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. A nap házigazdája Kovács Áron volt, aki nem csak szórakoztatott, hanem maga is jó szórakozott. Egy kicsi átpakolással vagyunk a színpadon, mert tudjátok, úgy van, hogy csak David Guetta akkor a király, hogy egy darab pendrive-val megcsinálja a koncertet, és nincs beállás. Abban a pillanatban, hogy élő zenéről beszélünk, ugye ez nem, sajnos nem megengedhető. Ugye kicsit pakolászunk, addig türelmet kérünk mindenkitől. Vagy illetve nézzetek, szét van foci, edzés lehetőség, hátul mézeskalács, kürtőskalács, amit akartok, kirakodóvásár, vízipisztoly, szökőkút, tűzijáték, egyébként meg kitűnő a girosz. Délután Kocsis Tibor, az operett hercege Dolhai Attila, a lírai hangú Szekeres Adrien, Pál Dénes, az elbűvölő Péter Szabó Szilvia, valamint Gáspár Laci léptek fel. Nem voltam még Kispesten, legalábbis a Városnap alkalmával biztosan nem, úgyhogy hoztam a kedvenc dalaimat, nyilván a sajátjaim közül is, illetve azok közül, amiket még annak idején a műsorból megismerhettek az én előadásomban. És hát van egy dalom, aminek az a címe, hogy Hello Budapest. Ez nyilván itt is nagyon aktuális, de már nagyon várom, hogy úgy énekelhessen, hogy Hey Hello Kispest. Kicsit átírjuk majd, és nagyon remélem, hogy a közönség is énekelni fogja velem. Úgy negyed hét körül nem sokat tud a test, gyere mondd azt, hogy Hey Hello Kispest. És legyen az, hogy a kávét ma te fizesd, bátran élj lazán. Az ereinkben a koffein tömeges, bár eleinte az arcunk még röhelyes. A szegény ember ma ébredni köteles, mégsem fáj. Figyeljetek, segítségem! Ha kell a nap is, gyere ébredj, ébredj, a szerem megül el és felrász téged. Csak gyere kiabáld, hey, hello Kispest, hiszem, hogy az élet ránk vár. Hogy most én miért szeretnék, úgy is tudod jól, sírjon is meg, katagjon is, mint én bennem szól. Hey, cigány, úgy ne sajnálj!
nagyon örülök annak, hogy egy ilyen nagyon színvonalas, szép rendezvényen gondoltak rám a szervezők, és örömmel jöttem. Előző dal, amit énekeltem, az Engedd hát közelebb a szíved című dal, például itt íródott, akkor még itt éltünk a családommal, a férjemmel, aki a zeneszerzőm, és ennek a dalnak is ő a szerzője. És a következő dal is itt készült. Dobrádi Ákossal énekeltük 2004-ben, talán sokan emlékeznek rá. És hát, mivel Ákos nincs ma itt, remélem, hogy van sok dalos kedvű, illetve hát tudom, hogy van sok dalos kedvű, mert hogy hallottam Dolhai Attila előadása alatt, hogy milyen nagyszerű hangja van itt a közönségnek. Úgyhogy következik most a Héd a folyó című dal. Mikor a csend az égig ég, csak a hold van a tó vele, puha bársat hoz az ég, hogy kényeztesse le. Mikor a tegnapon már a rád alá, és én megfogok két kezem, érzel, hogy olyan nem lehet, hogy elveszítse le. Amíg a híd a folyót átöleli szeliden, kis puha vállal én partig ölelem, és ha te elkísérsz, tiéd vagyok bármit kész. Amíg a híd a folyót átöleli szeliden, kis puha vállal én partig ölelem, s a féltelen utakon csak nem adom fel, még egy darabban látsz. Nem adom fel, még életben találsz. Nem adom fel, még nem robbanok szét. Még akad egy kerék, mit tovább kért még, mit tovább forog még. Engem ellobott van, úgy szeretem, hogy álmaidban sem lehet. Nem sokára megjelenik egy új dal, és ugye nagyon készülünk augusztus 27-ére, hiszen 8 év után először saját nagy koncertem lesz itt Pesten a Barbonegra Trackben, úgyhogy izgalmas dolgok lesznek, úgyhogy minden szuper. Hol a csók, hol a vágy, hova búj. Van egy olyan dalom, amiben van egy olyan szöveg, hogy jégeső zivatar. És képzeljétek el, hogy hányszor, és hogy nagyon sokszor volt már olyan, hogy borús volt az idő, énekeltem, és nem az, hogy elkezdett esnie, hanem inkább kiderült az idő. És gondolkoztam, hogy miért, mikor azt éneklem benne, hogy küldj rám jégeső zivatart. És rájöttem, hogy miért. Mert a szövegben az van, hogy bármi történhet, csak a dalt ne vedd el, az a legfontosabb. Hagyd meg nekem a dalt is. És lehettem arra, hogy amikor az ember nem köcsörel valamire, azt mondja, hogy nem számít, ha esik az eső, nem számít semmi. Csak ami nagyon fontos, ugye, az maradjon meg. Az a legfontosabb is, ugye, hát nekem a dal is nagyon fontos, meg a család. Gondolom, ti is így vagytok vele. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghagytátok nekem a dalt. Én már 12 éve hagyd meg nekem a dalt. Az esti órákban jöttek a nagyágyuk. A rockpunk Supernem, az Ottavan és a Magyar Sunny Dance Band közösen léptek a színpadra. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, hívjanak minket vagy írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!